Sziasztok, Kömkel vagyok. Egy újabb Mono podcast adással jelentkezem. Mégpedig a mostani témánk az lenne, hogy családi ház szinten szükség van-e gépészeti, illetve elektromos kivitei tervekre. Nálam a tervezés az úgy történik, hogy minden esetben kivitei tervekkel, tehát főfalfalazási tervek, nyílászáró konszignációk, fedélszékterv, válaszfalfalazási tervek, helységenkénti hőigény számítás, a szokásos 2 darab metszet helyett 8-10 metszet, 15-20 csomópont. Ez egy részletes kivitei terv. Ja, árazatlan költségvetési kiírás, ami egy ilyen 25-30 oldalas Excel táblázat, amiben tételesen fel vannak sorolva a munkanemek, mennyiségekkel. Tehát magyarul ezek végig vannak gondolva, végig vannak vezetve. Ez a kivitei terv, ez építészet és statika, valamint energetika, ahogy említettem az előbb, helységigényítő hőigény számítással. Már tervezési ajánlat szinten leszoktam írni azt, hogy van a tervezési árajánlatnak egy E-pontja, amiben leírom, hogy a épületen belüli gépészeti és elektromos kivitei tervek, azok ára 0 forint, és nem is tartom indokoltnak. Ehhez képest nagyon sok esetben, most is például az egyik ház átalakításnál jött a megrendelő azzal a kérdéssel, hogy tudok-e jó gépésztervezőt ajánlani, mert hogy a kivitelezőnek van egy jó gépésze, mármint gépésztervezője, de hogyha nekem van valami jó, akkor inkább azt vennék előbbre értelemszerűen. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy egy épületet a építész vagyok, de egy épületet az építészeten, statikán és a kívül én átlátom a vízszereléssel, a csatornával, szellőzéssel, fűtéssel, hűtéssel és elektromos dolgokkal is. Mármint olyan szinten, hogy a tervek úgy épülnek fel, hogy legyen helye az álmennyezetben a légtechnikának, hogy legyen helye a felmenő-lemenő strangoknak, legyen helye a gépészeti berendezéseknek, tehát egy hőszivattyúnál tudom, hogy hogy férnek el, és mekkora hely szükséges hozzá. Tehát így készítem el a terveket. És azért szoktam azt mondani, hogy családi ház szinten nem érdemes megterveztetni a villanyt és a gépészeti dolgokat, mert ahol ez meg lett tervezve, ott 90-95%-ban gyakorlatilag azon reggeliztek a melósok, és azon kívül semmi értelme nem volt az egésznek. El is mondom, hogy miért. Kezdjük az egyszerűbbel, mármint így kérdés szinten az egyszerűbbel, elektromos tervek. Én már 26 éve tervezek, és tudom nagyon jól, hogy minden ember különböző, de az emberek nagy része a 2D-s terveken, de még a 3D-s terveken, tehát a Garikednek köszönhetően ilyen FPS játékként bejárható 3D-s látványtervek készülnek, amiből tényleg végig tudod járni a bebútorozott épületet, meg mindent, kívül belül. De az emberek nem tudják eldönteni még ott abban a fázisban, hogy hová kérnek konnektort, hová kérnek kapcsolót, hová kérnek világítást. Tudom, hogy te most, aki a podcastet hallgatott, valószínűleg erre legyintesz, hogy te vagy az a nagyon kevés 10%, és mindenki más a hülye 90%-ban, de nem így van. Nem tudod beleképzelni magad, nagyjából van elképzelés rá, de a szó az itt a lényeges szó, az a nagyjából. Én azt szoktam mondani, hogy a terveket helységenként ki kell nyomtatni, és a villanyszerelővel leülni, hogy hová szeretnél kapcsolókat, hová szeretnél konnektorokat, milyen bútorozottság lesz, egyebek, be kell rajzolgatni. Majd amikor elkészül az épület szerkezetkészen, tehát már állnak a belső válaszfalak is, akkor szépen a helyszínen ezeket krétával felrajzolni a falra, és ott már megjelennek fizikai valójában a dimenziók, és át lehet gondolni a dolgokat. És higgyétek el nekem, hogy az, ami a papíron lerajzolva történik, ahhoz képest rohadt sok változás van a valóságban. Egy normális villanyszerelőnek bőven elég az, hogyha ott lokálisan, tehát át van beszélve előtte, hogy mi az elképzelés, okos otthon, stb. Hová kerül a kis megszakító szekrény,
egyebek, de utána a villanyszerűnek bőven elég az, hogy krétával fel van rajzolva a falra, hogy hová mit szeretnétek, össze fogja vezetékezni, össze fogja kábelezni. Az, hogy van 250-300 ezer forintért egy elektromos terv, ami lerajzolja azt az állapotot, amikor még a ház egyáltalán nem áll, tehát semmi nincs belőle készen, nem fog érni semmit. Annyi módosítás lesz benne, hogy se nyomvonalban nem fog megfelelni az egész dolog, sem pedig dugajszámban, semmi egyébben. Tényleg arra lesz jó, hogy kidobjatok rá több százezer forintot, és ott lapuljon a fiókba. Erre lehet mondani azt, hogy oké, okay, de amikor átbeszélem, akkor kérek módosítást a elektromos tervekre. Hát találjál olyan egyrésztről, ezzel tisztában vannak egyébként a villamosmérnökök is, hogy családi ház szinten nagyon kevesen vállalnak elektromos terveket, pont emiatt, hogy nagyon sok vele a változtatgatás folyamatosan, nagyon sok vele a munka, effektíve kis pénzért. Meg hát nem is kötelező egyébként jogszabály szerint, hála Istennek. Nagyon, ők nagyon jól el vannak társasházakkal, meg minden egyébbel, ahol ők előre tudnak tervezni, meg tudják rajzolni a nyomvonalakat, ellenőrizhető minden, meg hát oda kötelező is a részletes kiviteli terv, műszaki ellenőrzés elvárja. Családi ház szinten ezek nem kötelezőek és feleslegesek. Térjünk át a gépészetre. Gépészetnél több al részre lehet bontani az egészet. A szennyvíznek a kiállásai, meg minden egyéb, az már értelemszerűen az alapozáskor, vagy legkésőbb a lábazati fal idején ismertek kellene, hogy legyenek, mert a beállásokat, azokat be kell vinni előre. Itt igazából egy normális gépész az alaprajz alapján, ahol be vannak rajzolva a szaniterek meg egyebek, ott a helyszínen ezeket ki tudja méregetni, tehát be tud állni a lefolyó csövekkel. Víz vezetékekkel kapcsolatban szintén értelemszerűen van egy betápunk, meg hát van egy majdani gépészetünk, ahol a használati melegvíz készítés történik. Itt is az elveket le kell tisztázni, lesz keringető ág, nem lesz keringető ág, osztógyűjtőre rakjuk a vizeket, stb. Stb. Ezt is csípőből kell tudnia egy gépésznek. Átbeszélés után természetesen, mert itt is át kell beszélni, hogy mi az elvárás, mert nagyon sok esetben sajnos még mindig találkozom azzal, hogy kihagyják a keringető ágat, miközben mondjuk két szintes a ház van, két vizes blokkunk, és ehhez képest még mondjuk akár egy harmadik szinten, tehát mondjuk egy pincében van a használati melegvíz készítés. Nem lesz komfortos a melegvíz, mert ki kell folyatni a csőben pangó vízmennyiséget ahhoz, hogy odaérjen a melegvíz. Miközben lefektetni 20 folyóméter 5 rétegű csövet egy keringető ágnak, az 30 ezer forint anyagban, legyen munkadíjastól 40 ezer forint, és utána az ott van örökre. Vagy használva van a keringetőág, vagy nincs. De ott van. Ami kényesebb kérdés szokott lenni, az a fűtés. Fűtésnél már van valós igény arra, hogy legyen, pláne egyébként mennyezetfűtésnél, van valós igény arra, hogy készüljön terv. De itt is az a probléma, hogy elég lenne irányelveket lefektetni. Megvetettem Pomázon egy házat, aminek feltörettük az egész alját, mert nem volt alatt a vízszigetelés, meg egyebek. Új padlórétegrendet építenek a kivitelezők, és készül a padlófűtés. Csináltam rá hőigény számítást helyiségenként. Irányelvem az volt az irányelvem, hogy 10 centinként le kell tekerni a padlófűtést. Osztógyűjtőt ide kérem, semmi egyebet nem kell tudni a gépésznek. Le fogja tekerni gyönyörűen, és kész. És akkor fölhívott a generál kivitelező, hogy hát biztos nem kellene terveket csinálni. Minek? Van egy adott helység, tudjuk, hogy mekkorát lehet letekerni 10-es osztással a 100 méteres körben, tehát a csőkígyó kiosztások azok megvannak, teljesen fölösleges ezt megtervezni. A gépházi kialakításokra, tehát a hőszivattyú után, hogy mi jön, hidrováltó, hűtőfűtő, puffer meg egyebek, ezekre vannak sematikus rajzok, amiket itt le lehet tenni, hogy ezt a kialakítást kérjük. Tehát ennyi szivattyút, ilyen szivattyút, egyebeket. A gépházat azt vagy ilyen szinten ezzel a sematikus gépházi rajzal érdemes tisztába tenni, vagy ezt a részét esetleg
átbeszélni, megtervezni, de egyébként itt azt mondom, hogy egy jó gépész kivitelező, aki már csinált ilyet, csípőből meg tudja csinálni. Itt már nagyon fontos a jelző, tehát hogy jó gépész kivitelező legyen, ne csak sima gépész kivitelező. És akkor mennyezetfűtés, létező legkényesebb dolog. Gödöllőn épült egy új házam, most költöztek be a tulajdonosok. Megcsináltam a panelkiosztást mennyezetre, és sokadjára is ugyanabban a problémában ütköztünk. Nem. Ugyanis én kiosztom a paneleket, aszerint, amit megrendelővel átbeszélünk, hogy hol lesz neki a lámpája. Én ugyanabba a sávba megpróbálom elhelyezni a szellőző csöveket, hogy ugyanott álljanak le. Magyarul egy borda közessen ki az egészből. És akkor ehhez képest kiosztom azt, hogy mennyi mennyezetfűtő panelt, meg milyen méretűeket kell megrendelni. Megrendeltük, több millió forint. És hát kiderült, hogy a lámpák egy kicsit arrébb kerültek, mert más igény jelentkezett menet közben. Volt, ahol ebből, tehát egy osztást ugrott a lámpakiosztás, ebből következően az egyik sávban lámpák vannak, a másik sávban ott van a szellőzőcső, már nem férünk el azzal a panellal. Harmadsorban pedig a gipszkartonos az nem abban az osztásban osztotta ki a bordákat, ahogy én kiosztottam otthon a számítógép előtt, tehát hogy mit tudom, helyiség közepén van egy lámpakiállásunk, és onnan elindulok szépen kifelé 40 centinként, hogy minél kevesebb, tehát minél több borda közöm legyen, minél több fűtőpanelünk elférjen. Nem, a gipszkartonos elindult az egyik faltól, tehát teljesen máshová jöttek ki, más osztásszámmal, és kiesett ott is egy osztás közöm. Az volt a nagyon nagy szerencsénk itt Gödöllőn, hogy azok a panelek, amik innen kiestek, azok egy másik projektemnél a halászterekre át tudtuk vinni, és így gyakorlatilag nem került plusz pénzbe a megrendelőnek a dolog, illetve hát sajnos rendelnünk kellett új paneleket a megváltozott osztás részekben. Most halásztelken már azt csináltuk, ebből is okulva, hogy megvártuk, amíg elkészül a villanyszerelő a megrendelővel kooperálva, most elkészül a légtechnikának a kiállásai, elkészült a gipszkartonos a panel, tehát a vászszerkezet kiosztása mindenhol, és a gépész odament, és colstokkal, borda köztávolságokkal együtt, mindennel eltöltött egy napot azzal, hogy leírogatta, hogy konkrétan hová, mekkora panel fog beférni, és mit kell rendelni. És így lett leadva a rendelés. Hiába lett volna ez előre megtervezve, az előre megtervezett dolgot azt három szakák tudja felrúgni, plusz a megrendelőnek az óhaja-sóhaja. Tehát egyszer a villanyszerelő, ha máshová rakja, valami ok folytán a lámpa kiállását már föl tudja rúgni. A szellőztető rendszer kiépítő föl tudja rúgni. A gipszkartonos alapból föl tudja rúgni, mert máshogy osztja ki a helységenként a dolgokat. Most ezeknek a koordinációja egy olyan mértékű kooperálást igényelne, meg ellenőrzést igényelne, csak azért, hogy a előre kifizetett és előre gyártott tervek szerint menjünk, és még akkor sem egyáltalán nem garantált, hogy az a terv még mindig jó. Úgy képzeljétek el, hogy a gödöllői háznál a előre kalkulált fűtési körök száma is megváltozott. Tehát az osztógyűjtő is más méretű lett, mint eredetileg. Ha mindent előre megveszünk, és mindent előre beruházunk, meg a gépész odahúzkodja az adott körre vonatkozó adott gerincet, akkor mindent variálhattunk volna át. A legtöbb esetben abszolút nem tartom indokoltnak a gépészeti kiviteli tervek elkészítését. Az már csak másik része a dolognak, hogy a gépész kiviteli tervekben általában meghatározott anyag minőségek vannak kiírva. Réhau, Enko, stb. Tehát viszonylag prémium anyagok. Ezek a prémium anyagok, nem azt mondom, hogy rosszak, mert tényleg rohadt jó anyagok, de ez az építőanyagok Mercedes-e, Porsche-je.
Miközben családi ház szinten egy Opel minőségű vezeték hálózat, meg idomok, meg minden is bőven elegendő. Értsétek, szó szerint milliós különbségekről beszélünk anyagár tekintetében. Na most onnantól kezdve, hogy az anyagárak, meg a, tehát az anyag minőségek is eltérnek, meg mondom, nagyon sok esetben 90%-ban van ez a diffi menet közben, teljesen fölösleges a gépészeti kiviteli terv. És most nem a gépészek ellen beszélek, mert nem ellenük beszélek, de nagyon jobban vagyok jó párral, tehát annál jobban semmit nem utálnak, mint amikor megvan csinálva a tervük, és utána nekik az egészet át kell alakítani, át kell csövezni. Mert egy kicsit arrébb került a fal, mert más szaniter lett menet közben kitalálva, mert a mennyezetfűtés teljesen megváltozott. A megrendelők abba a tévhitbe élnek, hogy ha van egy terv, és azon változtatgatni kell, hát az 10-20 ezer forint. Nem. Tehát, hogyha egy konkrét, teljes fűtési kiosztást át kell variálni áramlásokkal mindennel együtt, az gyakorlatilag egy új terv. Vagy ha nem is új terv, minimum a fele a korábbinak. Na most ettől meg, ezektől a módosítási összegektől, meg a megrendelők agya dobja le a végszíjat, félig meddig jogosan, de meg kell érteni, hogy rengeteg munka van benne. Sokadik ilyen dolog légtechnika. Nagyon sok légtechnikás cég van, és mindegyik légtechnikás cég más rendszerrel dolgozik. Más csövekkel, más osztódobozokkal, más anemosztátokkal, mindennel. Tehát amíg nincs kiválasztva a cég, addig hiába tervezteted meg a légtechnikát, azon kívül, hogy hol lesznek a befúvások meg elszívások, azon kívül egy kalapszart nem fog érni a tervet. Legyenek meg az elvek. Tehát ha tudjuk, hogy lesz légtechnika az épületbe, akkor legyen egy 20 centis álmennyezeti terünk, amiben el lehet vinni a csöveket, és elférnek az anemosztátoknak a dobozai, esetleg az elosztó dobozok is. De ezeket elvi szinten le lehet tisztázni előre. Itt meg az a probléma, és most elnézést az építész kollégáktól, ezt meg az építészeknek kellene tudni, hogy minek mekkora helyigénye van. Nagyon sok tervkritikát készítek, tehát hogy terveztettek egy házat, átküldik, nézzek már rá, hogy mit találok. És őszivattyús gépészeti helységnek 3 négyzetméter. Elnézést, de az a kollega az életben nem volt még kint építkezésen, ahol őszivattyús rendszert kellett volna kiépíteni. Nem fér el. Fizikálisan nem fér el. Tehát ha papíron egymás mellé rakod a két puffertartályt, tehát az indirektárolót, a puffertartályt és a hőszivattyúnak a beltéri egységét, valamint a tetejére pakolod a tágulási tartályt, akkor igen, elfér. Papíron. De ehhez tényleg hozzá kell férni legalább szerelésileg. Egy korábbi podcastben elmondtam, hogy milyen zűrjeim voltak nekem is a gépészekkel, hogy a 9 négyzetméter se elegendő nekik sokszor. Tehát van a kettő között egy észszerű határ, de ezeket tudni kell. Építésznek illik tudni, hogy egy szellőztető rendszernek mekkora a helyigénye álmennyezeti szinten. Lehet arra hivatkozni, hogy nekik nem ez a dolguk, de családi ház szinten igenis a te dolgod ezeket átlátni. Ugyanúgy, hogy statikával átlátni az egészet, mert családi ház szinten egy építész kezelje már komplexen az épületet, tudja kezelni komplexen az épületet. Nem lehet elvárni azt a megrendelőtől, hogy teljesen fölöslegesen dobáljon ki több százezret, tehát ha most egy elektromos meg egy gépészeti kiviteli tervet nézünk, akkor a kettő együtt az alsó hangon 600 ezer forint, ami aztán úgy is megy a levesbe, mert nem az lesz a vége, és az még, hogy megy a levesbe, az még a kisebbik probléma. De amikor menet közben kiderül, hogy el sem férnek azok a dolgok, mert az építész nem hagyott elegendő helyet, akár belmagasságban, akár így gépészeti tér szintjén, tehát el sem férnek azok a gépek, amikre alapból szükség van, tehát ezt nem menet közben találta ki a tulajdonos, hogy ő hőviszonyerős szellőztető rendszert akar, vagy hőszivattyút, hanem már az építész ezt tudta előre, akkor ez így nem jó, nem jól működik. Ha van egy helységenkénti hőigény számítás, akkor az alapján be lehet lőni, egy jó gépész be tudja lőni, hogy fűtési
hőleadó rendszerből mire van szükség, és hogy lehet azt kivitelezni. Tehát egy kicsit el kell menni abba az irányba, hogy a gépészek útmutatás alapján végezzék a dolgukat, mert az a papír, amit kapnak a gépészeti kiviteli terv címén, az tényleg arra jó, hogy leterítsék a reggeliző asztalt, és azon szalonnázzanak. És megint szereztem szerintem magamnak jó pár ellenséget, kollégák közül, illetve gépészkivitelezők, vagy gépésztervezők és elektromos tervezők közül, de mindegy, én így gondolom, ez már több mint két évtizedes tapasztalat, és tök jól működik egyébként, hogyha a helyszínen vannak ezek kitalálva, eldöntve, mert sokkal kevesebb veszteséggel és bonyodalommal járnak, ha egy kicsit menet közben dolgozunk ezeken a részeken. Ilyenkor szokott felvetülni, hogy oké, de akkor nem lehet előre kalkulálni a gépészeti rendszerekkel, de lehet előre kalkulálni. Vizet és a szennyvizet azt általában a gépészek darabszámra, tehát kiállásonként árazzák. A fürdőszobában van egy WC-d, az egy, a mosdód az egy, a tusolód az kettő, mert hideg, meleg víz. Ha van még egy mosógéped, akkor az még egy, tehát 5 darab kiállásról beszélünk, 5-ször mondjuk 50 ezer forint, és annyiból megvan a hidegvíz, melegvíz, szennyvíz kiállás abban az adott helyiségben. A padlófűtésnek szintén tud lenni egy négyzetméter ára, hogy mennyiért tekerik le, illetve annak mennyi az anyagigénye, tehát ezt előre bele szoktam tenni. Van az árazatlan költségvetési kiírásban van egy épületgépészeti rész, abban bele van írva mondjuk, hogy 100 négyzetméter padlófűtés az ennyi. A mennyezetfűtésnél szintén ki lehet számolni előre, hogy mennyi panel fér el, négyzetméter szinten, azt szintén be lehet árazni, és akkor ez lesz pontosítva utána tényleges kivitelezésnél. Hát nagyon jól előre lehet ezt kalkulálni, de tény az, hogy itt azért van benne ide-oda tolódás. Itt is az a lényeg, hogy a egységárak munkadíjra le legyenek fixálva, tehát hogy mennyiért tekeri a padlófűtést, mennyiért épít ki egy vízkiállás, szennyvízkiállást a kivitelező, mert onnantól kezdve már csak a négyzetméterek, illetve darabszámok változnak, ahogy az igények változnak. Onnan a munkadíjat már nem változtathatja, legalábbis egy normális kivitelező nem változtatja meg utólag a munkadíjat, mert megváltozott a mennyiség. A villanyszerelő már cifrább, ők vagy kiállásra számolnak, tehát kiállásonként egy konnektor, két konnektor, lámpa, kapcsoló, egyebek, tehát ott tényleg szükség van egy ilyen előzetes rajzi konzultációra, hogy lehessen látni, de egyébként családi ház szinten négyzetméter ár megközelítéssel lehet tudni, hogy mennyibe kerül az adott épületnek a villanyszerelése várhatóan. Meg hát azért, ha egy villanyszerelő ránéz egy épületnek a tervrajzára, és átbeszéli az igényeket a megrendelővel, tehát hogy akar-e okos házat, akar-e riasztót, egyebeket, akkor ezt azért elég jól be lehet lőni, már az átbeszélés szintjén is. Élnék egy kis közbevetéssel, illetve hát egy utólagos reakcióval. Aki miatt ezt a podcastet felmondtam, de említettem is egyébként ebben az adásban, hogy egyik ügyfél kérdezte, hogy tudok-e ajánlani gépészeti tervezőt, mert a kivitelező gépésznek szüksége lenne gépészeti tervekre. Na most kimentem ennél a háznál, elmondtam ezt, amit így podcastbe felmondtam, meg is állapítottuk, hogy hát jó, akkor megcsinálom a hőigényszámítás alapján ezeket az alapelveket, és megvárjuk, amíg a gipszkartonos elkészül a dolgokkal, itt is mennyezett fűtés is lenne egyébként, tehát pont a kényes részével lenne módosítgatás. Mentünk tovább az épületen, felmentünk a tetőtérbe, tűztük ki a válaszfalakat, és hát a megrendelő így nézegeti, hát mi lenne, ha arrébb raknánk ezt a válaszfalat? Nem sokkal, 62 centivel. Na most arrébb raktuk azt a válaszfalat, ezáltal 4 érintett helységbe a komplett mennyezet kiosztás minden megváltozott. Ami gépészeti tervet csináltattunk volna, az tényleg ment volna a levesbe. Ez egy kicsi kis családi ház, és mondom, ez teljesen általános, és nem a megrendelőt hülyézem le, hanem teljesen általános, hogy ilyenek
előjönnek családiház szinten, mert a tényleges dimenziókat az emberek nagyon nagy része akkor érzi és akkor látja, amikor tető alatt van az épület, födém alatt van, és látni a kitűzés alapján, hogy mi, hogy lesz. Még egy adalék, tőlem függetlenül kértek be gépészeti tervezésre árajánlatot, 1,5 millió forintos árajánlatot kaptak a gépészeti kiviteli tervekre. Ez, mondom, egy nem nagy, egy tök normális földszint plusz tetőteres lakóépület. Igazából semmi extrát nem tartalmaz, azon kívül, hogy manapság már megszokottan hőszivattyús fűtésünk van, padlófűtés, mennyezetfűtés, ütés. Viszont a hőszivattyúnak az összes gépészeti dolgát, tehát ami a kazáházi része, azt úgyis a hőszivattyús cég biztosítja, mármint annak a terveit. Tehát azt, hogy mit, hova kell, hogyan kell összekötögetni, és csak úgy veszik át az egészet. Tehát az egyik nagyon nagy részét a gépészeti tervnek ezzel ki is lőttük. Az összes többit, az, hogy hová kerülnek az osztógyűjtők, meg minden, velem le lett egyeztetve. Én megírtam az alapelveket a gépészetre, tehát hogy mekkora osztás közzel kérem a padlófűtést, egyebek, és hát a mennyezet fűtés-hűtés paneleket, pedig most még várjuk, illetve hát várom, hogy a gipszkartonos elkészüljön magával a szűz vászszerkezettel. Ez megint egyén specifikus, én azt szoktam csinálni, hogy kimegyek, lerakom a Insta 360-as kamerát a helység közepére, kattintok egyet, és ezáltal gyakorlatilag nekem egy teljesen körbeforgatható fényképen megvan az adott helységben, hogy hány borda közön van, milyen irányúak a kiosztások, meg egyebek. Onnantól kezdve, mihogy én terveztem az épületet, ezért a méretek, dimenziók megvannak, ott lóg a villanyvezeték, tehát látni fogom, hogy melyik borda közesik ki, stb. Meg tudom a panelkiosztást csinálni, és ez alapján ott van egy gépészeti tervnek nevezhető dolog. Nem gépészeti terv, de családi ház szinten tökéletesen elég. Még egy nagyon fontos dolog, ez szintén csak saját hozzáfűzni valóm, nem vállalok külső házaknak gépészeti terv készítését, tehát csak a saját terveimnél csinálom ezt, ahol kijárok tervezői, művezetni és egyebek. Feltételezem, hogy valamilyen szinten ez azért érthető, de ha nem érthető, akkor sem fogok vele tudni mit csinálni. Nem mászok bele másnak a vackaiba. Ennyi lett volna ez a podcast. Ha megfogadjátok, megfogadjátok, ha nem, akkor nem. Mondom, vannak ellenpéldánk, ahol jól jött a terv, de ez az esetek 10%-a csupán. Sziasztok!